початку війни перед... A háború előtt egy hónappal gyermekünk született. Ezért a háború radikálisan megváltoztatta az életünket. Самого ранку, коли ми прокинулися і від Korán reggel felébredtünk arra, hogy a barátaink telefonálnak, és tőlük tudtuk meg, hogy elkezdődött a háború. Mi Harkov közepén lakunk, a barátaink a város szélén. Ezért mi még semmit nem hallottunk a támadásokból. Olyan információkat kaptunk, hogy robbanások vannak a város szélén. Édesanyám elmondta, hogy ő rögtön megértette, hogy ez háború, nem valami hadgyakorlat. Az első érzésem az a fájdalom volt. Erről sokat beszéltünk a családban is, de mi nem hittük, hogy ez lesz. Felmerült a kérdés, hogy mit tegyünk, mert a gyermekünk még csak egy hónapos volt. Elkezdtünk összepakolni. A férjem már legalább két hónapja hajtogatta, hogy háború lesz, és folyton erről beszélt nekem, hogy mit kéne majd tennünk, ha bekövetkezik. De én nem voltam hajlandó elhinni, hogy ez megtörténhet, és ezeket a gondolatokat megpróbáltam elűzni a fejemből, de az első percben leesett, hogy ez háború. Talán akkor tudatosult bennem leginkább, amikor a pincébe találtam magam a családommal, és tudtam, hogy aznap este mi onnan nem jövünk fel, mivel egy hónapos csecsemővel nem tudtunk volna rohangálni. Ott maradtunk egész éjszakára a pincében. Amikor a robbanásokat hallottuk, még ha távoli is volt, nagyon félelmetesnek tűnt. A közösségi oldalak híreiben olvastuk, hogy Harkiv peremén tankokkal támadnak bennünket, akkor már megértettük, hogy ez nem egy-két nap lesz, és valamit tennünk kell. A barátainkkal beszélgetve, akik elhagyni készültek a háború miatt a várost, én is összepakoltam egy kis csomagot, a legszükségesebbnek gondolt holmikat. Például meleg holmit, de úgy döntöttem, hogy a gyermek holmiait csak abban az esetben szedem össze, amikor már menekülnünk kell. Iratok, rágcsálnivalók, némi víz, és mindezt a fotel mögé rejtettem, hogy ne legyen a szemem előtt. Просто поставила так собі за кресло, щоб його не було видно. Думаю, хай воно там стоїть, нічого не буде. A barátnőmnek is elmondtam ezt a csomagot, aki csodálkozott és azt mondta, nem lesz itt semmi. És ezek után február 24-én háborúra ébredtem. 24 лютого мене розбудила саме вона. Ми почуваємо себе в рамках даної ситуації комфортно, спокійно. Az adott helyzethez képest komfortosan érezzük magunkat. Elsősorban nyugalom van. Mert Kárpátalja a nyugalom szigete, ellenben az ország más régióival szemben. Az emberek, akikkel itt találkoztunk, mind nagyon kedvesek és jószándékúak. Mindenben igyekeztek nekünk segíteni, ez nagyon jó érzés számunkra. De akkor is bennünk van az a másik érzés, hogy haza akarunk menni, haza vágyunk. Nem mondanám, hogy Kárpátalja nagyon más, mint a többi vidék. Talán a konyha az, ami nagy különbség. Itt új ízeket ismertünk, tapasztaltunk meg, mert a kárpátaljai konyha nagyon eltér a mi konyhánktól, amihez mi hozzászoktunk. De más nagyobb eltérést nem tapasztaltunk. Lassan kezdjük tanulgatni a magyar nyelvet is.